Alig több mint két hét múlva megismétlődhet a 2016-os hangulat a Rába parton. Újra EB teraszt szervez az önkormányzata volt vízi színpadnál, ahol egy 28 négyzetméteres Full HD kivetítőn követhetik a futball szerelmesei a labdarúgó Európa-bajnokság meccseit. A magyar válogatott sorozatban harmadszor lesz ott a kontinens viadalon. A skótokkal, a németekkel és a svájciakkal mérkőznek a csoportban Marco Rossi tanítványai. Fantasztikus dolog, hogy a labdarúgó válogatottunk már harmadszor jutott ki egymás után az Európa-bajnokságra. Ugye, és ez most Németországban lesz. Június 14-én kezdik az esemény sorozat egy Németország-Skócia mérkőzéssel, aztán másnap már jönnek a miénk is, és kezdetét veszi Európa egyik legnagyobb őrülete. Ez mindig egy fantasztikus esemény, szerintem nincs ember, aki ne nézné az EB eseményeit, és természetes, hogy ismét megrendezzük az EB teraszunkat, ez nem is volt kérdés. Egy jó barátott helyszínt választottunk. Nem könnyű egyébként, ahol annyi embernek helyet tudunk adni, ahol megfelelő körülményeket tudunk biztosítani, és ebből a kevés lehetőségből ezt a már bejátott helyszínt választottuk ki ismét. Ugye a Rába parton tartjuk ott a víziszínpadnál, egy nagy kivetítő mentén lehet majd gyülekezni és szurkolni a kedvenceknek. Hát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez a legnagyobb szenvedélye és legnagyobb várakozással majd a magyarok meccsét fogjuk majd együtt követni. A 2024-es EB 22 játéknapból áll, összesen 51 mérkőzést rendeznek a torna alatt, ebből 45-öt élőben követhetnek a szurkolók a Rába parton, ahol 612 ülőhelyet biztosítanak a szervezők. A csoportkörben naponta 3 meccs látható a hatalmas Lettfalon, délután 3-kor, 6-kor és este 9-kor, a 8-ad és negyed döntőkben este 6-kor és 9-kor kezdődnek a mérkőzések. Természetesen ingyenes lesz ennek a terasztak a látogatása. Ahogy mondtam, több mint 600 férőhelyes, nyilván annál több embert nem tudunk befogadni. Reméljük, hogy több alkalommal fog megtelni majd a nézőtér. Izgalmas mérkőzéseken biztosak vagyunk benne, és ha jó lesz az időjárás, mert azért, mivel ez egy szabadtéri esemény, az befolyásoló tényező lesz. Egy büfét fogunk ott még működtetni, ahol tudnak enni, inni a látogatók, tehát azt gondolom, hogy minden igényt ki fog elégíteni ez a lehetőség. Az EB nyitó meccse június 14-én este 9-kor kezdődik, a házigazda németek a skótokkal mérkőznek meg. A magyar válogatott egy nappal később, június 15-én délután 3-kor kezdi meg Európa-bajnoki szereplését Svájc ellen.